Na, hello pingvinek itt Nessa, és ma ismét honfoglalózunk. Az előző epizód küzdelmei után kizár dolog, hogy junior játékmódot játszunk, úgyhogy én azt mondom, hogy csöppenjünk be egy villámháborúba, és lássuk, hogy kik a mai ellenfeleink. Legyél még ma valódi tagja a pingvin seregnek. Válasz sapkát, pulcsit, bögrét, ami tetszik, nyilván póló és egyéb újdonságok a shopon, Link a leírásban. Íme Mr. Patex és Zoltán. Kezdődjék akkor a felosztás, és lássuk az első kérdést. Hány pontot ér a honfoglalóban a bázis megye? Ezret. Elég gyors voltam. E, ahogy látom, a többiek még egy kicsit alszanak. Semmi gond Zoli, semmi gond Mr. Patex. Egyébként Patex 18, az Zoli 15-ös. Tehát mi vagyunk a legmagasabb szintűek, és ennek fényében meg is kapjuk a kezdő két területet. Egy könnyű kérdéssel indított a játék, ami azt gondolom, hogy mindenféleképpen pozitívum. Rám is fér, mert kicsit késő van, már is rég volt a reggeli kávé, úgyhogy nem vagyok túl pörögve. Nyomjuk! Lássuk a második kérdést. Bálasz, Hány kénatom van a kénsav molekulában? Négy. Ezt mindenki tudja, hogy pontosan négy. Um, igen. Jó, hát nem egészen, de azért körülbelülre jól tippeltem, <laughs> ez egy területre pontosan elég lesz, Zoltán kap kettőt, semmi gond, no problémo. Um, a probléma az, hogy bezártam őket ide, és mögén fognak teleportálni a váram mellé. Ez egy kicsit gond, de mindegy, majd meglátjuk, hogy hogyan alakul a felosztás. Lássuk a harmadik kérdést. Melyik az a szám, amit öttel elosztva a második legkisebb prímszámot kapjuk? Is math related to science? Why are we still here? Just to suffer. Every night I can feel my leg and my arm even my fingers. The body I've lost. You're fucking in. Nem 15 igen. Hát! Semmi probléma. Egy területre. Így is jók vagyunk. Hát jön föl az ellenfél, mint a talajvíz, ezúttal a kap két területet, de azért biztosra megyünk. Mindig jut nekünk is egy régió, és ezzel 200 pont. Gyerünk Patex, annyira nem nehéz a választás. Azt gondolom, hogy ez egy villámháború, úgyhogy pörögjünk, mint a villám. Jó, hát tök mindegy, hova rakom. Úgyis ide fognak ugrani. Negyedik kör, Muti. Válasz, Melyik évben mutatták be Sándor pár régi idők focia című filmjét? Nem tudom ez a film, ez mikori. Lehet, hogy új. Most ki fog derülni. 1973-as. Áj, Zolikám, Zolikám. Hát, micsoda dolog ez. Megint csak egy területet kapunk. Úgy néz ki, hogy ez a mai, ez egy uh, ilyen történet lesz. Nem lennék meglepve, hogyha végül a második helyen uh, fejeznénk majd be ezt a honfoglalót. Um, jó, van, hát akkor jövünk ide. 2000 pont, holt verseny az élen. Utolsó előtti Válaszol tip. József Haydn halálnak hányadik évfordulója 2009? 70-edik. Várjál, ez lehet, hogy hülyeség. Hát igen. <laughs> ez konkrétan egy hülye, hülye válasz volt, megint meggondolatlanul gyorsan tippelve, és hát gondolom ti sem lepődtök meg azon a tényen, hogy megint egy területet kapunk. Nagyon szépen ide Patex betelepült a várunk mellé. Hát igen, sejtettem, hogy ez lesz. Semmi gond. Jön az utolsó felosztós kérdés, és vezetünk. Kicsi vel, de vezetünk. Hány hónapot töltött fogolyként Bastiban François Marie Arouet, vagy Aroua, aki ugye Volter volt. 11 hónapot. Ezt most ezt most elrontottuk, ezt most elrontottuk, úgyhogy Zolié az utolsó terület, és holtverseny az élen. A csata. Kezdődik a csata, lássuk, hogy hogyan alakul az ütközet. E -hát nem állunk olyan jól a pozíciót tekintve, nem állunk jól. Patex egyből támadja is a várunkat, nem tudom ő mit hisz magáról. Hol található a Chanel divatház székhelye? Hát gyanítom, hogy Franciaországban. Így van, nem az USA-ban Patex, sajnálom. Pedig hölgy az avatárod és Mister a neved, itt egy kis, hát, gender konfúziót vélek felfedezni, na, ezt akartam kinyögni magamból, támadjunk vissza Patexra. Mit nem szabad nyílt törésnél alkalmazni elsősegély során? Basszus a csontvégeket a helyükre illeszteni. Igen, tehát, hogy öm, amikor így kilógnak a Na jó, nem, nem. Tehát, hogy ebbe nem fogunk belemenni, én nem bírom ezeket az eseteket feldolgozni. Helyesen válaszoltunk az orvosi eljárásra, tehát mostantól elsősegély nyújtó a nevem. Zoltán pedig Patex várát támadja, mikor lépett be Svájc a második világháborúba, semmikor, ez egy viszonylag könnyű kérdés volt, semlegesek maradtak. Melyikében kezdte meg a működést a BM bevándorlás és állampolgársági hivatal? 2000-ben. Hmm, érdekes. Zoli egy tornyot már le is rombolt. Melyik zeneszerző műve a tyúk szimfónia? Haydn? Äh, Igen, így van. Végre valamit én is tudtam róla, ha már az előzőre hülyeséget mondtam. Melyik évben nyilvánították Dunaújvárost megyei jogú várossá? Jó a kérdés, a helyes válasz pedig 1990, és Zoli telibe tippelte, úgyhogy egy újabb Toronytól elbúcsúzik Patex, mi az utolsó lehetőség a javításra. Ki volt az erdélyi magyar irodalom képviselője? Székely János. És a tippelésem múlik minden, lássuk zalinak van-e segítsége. Hány évesen szerezte utolsó olimpiai aranyát Gerevics Aladár, kardvívó? 50. És nem, Patex! Patex megmenti magát az utolsó pillanatban. Na de most! Na de most! Most én jövök! TÁMADÁS! Sportkérdés! Yes! Az alábbiak közül melyik sportoló nyert finn színekben olimpiai aranyat? Mm, inkább közönség. Pávó Nurmi! Ott is van, nyilván a szokásos, nesci-os, segítségkérős megoldással. De hát... A meghódítottuk a Piros Birodalmat. Köszönjük Mr. Patex a játékot. Vagy Missis, nem tudom, eldönteni. És akkor küzdjünk Zoltánnal. Melyik zeneszerzőről nevezték el a Ferihegyi repülőteret? Ő, Liszt, Feri. Így is van. Tippelés, melyik évben indította Radnóti barátaival az 1928-es folyóiratot? Hát... <laughs> Na ez a nekem való kérdés. Ez, ez, pont illett az én személyiségemhez és a tudásomhoz. Ismét Zoli következik. Nagyon küzdünk ezért az ezres területért. Milyen jellátható a mekintos számítás technikai termékeken? Ő az alma. Na mi van Zolikám? Jó van, azt hittem, hogy azért itt meg megterhelünk ezzel a kérdéssel, de örülök, hogy nem. Katie Holmes mikor született? 78-ban. Oh yes! Oh yes! Házol is, nem vagy otthon annyira Hollywood világában, semmi gond. Most én jövök. Ezt a területet szeretném itt magamnak. Lássuk a medvét. Melyik ország területe a legnagyobb az alábbiak közül? Kína? It was at this moment that Hogy lettek ilyen hülye? Hogy lehetek ilyen hülye? Komolyan mondom, így visszanézem a videókat, és ég a pofám. Hát hogy? Támadjunk várat. Válaszol. Melyik filmet rendezte Várkonyi Zoltán? Fogalmam sincs. Akkor az egri csillagok. Yes. Ezt tudni illet volna, de nem tudtam. Hányadik évszázadban osztak ki Newton, hogy Leibniz? Jó, ezt... Ezt meghagyjuk a papagájnak. Newton Leibniz tételt. Ó, oh, és elrontott a Zoli, meg tudtuk volna segítség nélkül is csinálni. Semmi gond, két torony maradt. Ki nem nyert olasz színekben olimpiai aranyat. Irana Privalová. Az nem annyira olaszos. Így is van, még egy torony. Zoli, Zoli, mi történt? Hát elfogyott a lendület. Melyik így jó nem a fogaival öl? Hát az anakonda. A széje folytogat. Így van, és jön a tippelés. És itt van nekünk a távcső. Hány kilométer hosszú az egyenlítő? 40 ezer, 40! Én nem értem, hogy mi van. Zoliba elfogyott a kraft. Hát előttél az elején minden, Zoli. Előttél az elején mindent. Vége Hát egyszerűen vége a játéknak. Tehát, hogy zöld minden. Minden fradi színekbe pompázik, és nyertünk. Gyakorlatilag elfoglaltunk két várat a segítségeinkkel. Sajnos rámutatnak ezek az epizódok egyébként arra, amit a legkevésbé szeretek a honfoglalóban hogy ezek a segítségek, hogyha van az embernek, és okosan használja őket, az legalább annyit ér, mint hogyha a lexikális tudása az fejlett. De hát semmi gond, ezek a videók a szórakoztatásért vannak, nyilván nem azért, hogy én megmutassam azt, hogy mit nem tudok, és remélem, hogy jól szórakoztatok ma is. Ha így volt, akkor mindenféleképpen dobjatok egy lájkot, like és ha először jártok a csatornámon, és tetszett, amit láttatok, akkor ne felejtsetek el feliratkozni a további videókért. Én azt kívánom nektek, hogy legyen nagyon nagyon szép napotok, és hamarosan újra találkozunk. Én még mindig Nesszáj vagyok, na, szevasztok! Elég volt? Vagy kértek még a pofátokba? Wow! Köszönöm, hogy végignéztél, haver! Ha tetszett, ne felejts el feliratkozni, hiszen minden nap jelentkezem. Ha pedig már a sereg tagja vagy, menő cuccokért csekkold a shopot, vagy nézd meg egy másik videómat, és szórakozz tovább! Na, szevasz!